Sziasztok, Norbi vagyok, és ez egy új Minecraft sorozat, amit a saját csatornámon indítok el. Egy Minecraft survival sorozat, amiatt egyértelműen, vagy értelmszerűen Minecraft gameplayről fog szólni. És egy sima survival map, amit most generáltam le, amit láthatjátok, eredeti Minecrafton van, ezt remélem nem kell hangoztatom, hogy nem törtet használok, hanem eredetit. És hát nyilvánvalóan ez a legjobb, ugye ezt a legjobban használni, úgyhogy ezt a mapet most generáltam le. Teljesen alapértelmezett világ, nem nagy bajomok, hanem alap. Szerencsétnek érzem magam, hogy is nyírfák közelében vagyok, ide spawnoltam le, és van tök is, de azért körülnézek, úgyhogy hát remélem tetszeni fog nektek ez a sorozat, és akkor kezdjünk is neki. Először is ugye fát kell szereznünk, ez a jó. Nem néztem körül, ahogy egyből generál, csak egy néhány bort itt futkozott, amit össze-vissza, hogy betöltsenek a dolgok, és nehogy lagoljon majd, amikor elkezdem, lehet egy pici lag van ugye. A fraps miatt nem tudom, de látom, hogy neki is kezdek akkor a vágásnak. Hát szerintem nem kell számolnom senkinek, hogy mi is ez a Minecraft nevű játék. Én nagyon szeretem, nagyon bírom ezt a játékot. Nem is igazából tudom, hogy miért fogott meg engem annyira. Egyszerűen az egyszerűsége, ami így, nem tudom, nekem úgy nagyon bejön. Nagyon jól lehet vele játszani, mind kreatívan, mind survivalban, mind hardcore-ban. Hardcore-t még azért nem próbálok meg, mert hogy ugye ez a csatornámon az első sorozat, és úgy gondolom, hogy jobb lenne egy ilyen kis, valamilyen könnyebb, nem olyan komoly hangvételű dolggal nyitni, és remélem tetszik nektek. Egy pici lag van azért, hát a gépem az igen, az nem annyira erős, de igazából amit remélek az, hogy sikerül egy olyan sorozatot alkotnom, ami hát, ahogy is mondjam, nem a legjobb nyilván, mert nem vagyok a legjobb, de egy olyan, ami hát, tetszeni fog az embereknek is, azért nem is sokan, de van, akik követni fogják, és nyilván persze ez függ attól, hogy ez a sorozat milyen lesz. Mondom, én ezt a játékot nagyon kedvelem, sokat szoktam lejátszani, és most ezért kezdtem egy teljesen új napot értelemszerűen, úgyhogy hát, amit láthatjátok, már gyűjtöm, és hát személy szerint szerencsés vagyok, mert ugye ez a nyírfa. Hát hogy is mondjam, amikor jött egy frissítés, amikor a deszkáknak a színei megváltoztak a különböző fák miatt, hát nekem megmaradt ez, ugye a fehér az a legszebb, a legvilágosabb. Szerintem én abból szeretem jobban építeni. Szerintem az úgy a legszebb kinézetű, legalábbis nekem, persze be mindenki máshogy van. Útközben mi fogok nagyon sokat mesélni arról, hogy én mit szeretek ebben a játékban és mit nem. Na, akkor még gyűjtök egy nyírfát, még kell pár darab, és fel kell készülni az első éjszakára, ugye? Nyilván ez nem hardcore, de nem fogunk, nem lesz vége mindennek, ha meghalok, de azért én szeretném úgy csinálni, hogy ne halljak meg azért egyszer se, vagyis minél kevesebb szer, azt nem gondoltam, hogy egyszer se halok meg. Úgy tervezem, hogy az első nap megépítem a házat, nem is házat, házat nem lehet nevezni, kis kuckót, ahol el leszek egy ideig kezdetlegesen, és aztán így majd haladok tovább. Célt előre nem tűztem ki magamnak, inkább az, hogy tehát ilyen ender dragon megölés, meg ilyesmi, ez, annyira nem tartom ezt így észszerűnek, mert én szerintem ez nem olyan nagy cél a Minecraft-ban, bár kinek mi, nekem nem az, remélem nem sértek meg senkit, hogy nekem ez nem nagy cél, nyilván valakinek igen, valakinek nem, ez emberfüggő. Tehát tényleg én azt a célt tűztem ki annak, hogy minél jobban gyarapítsam a területen majd egy idő után ebben a sorozatban, és hogy teljesen megbírok élni, hogy ne kelljen el mindenért mennem, hanem megbírok termelni magamnak mindent, és tényleg megbírok élni rendesen, biztonságban.
úgyhogy ez a cél, aztán remélem, hogy tovább fogok vele jutni, és hát sikerül elérni, ugye. Amit ugye szerintem tudni érdemes erről a játékról, hogy méltán híres, tehát nagyon sokan játszanak vele. Multiplayert azért nem hiszem, hogy egy hamar fogom mutatni nektek, ugyanis a internet sebességem az nekem nagyon, hogy mondjam, gyenge. Tehát multiplayerhez nem mondanám, hogy alkalmazható. Mi úgy is, hogy ha csak én egy játékosként vagyok fel egy szerveren, főleg egy házi szerver, tehát tényleg elfogadhatatlan, amilyen lag akkor van, és szóval ezért én inkább csak ilyen egyszerűs játékot fogok bemutatni eleinte. Hogy később mi lesz, az, hát az majd eldől. Úgyhogy persze nyilvánvalóan nagyon szeretnék multiplayerre játszani, meg játszottam is már fel természetesen, de tetszett is nagyon, de valahogy én megmaradtam ennél a Minecraft-ba. Az egyszemélyes játéknál, Survival-nál. Hát valahogy ez a hangulata, minden nagyon tetszik benne. A hangot azt levettem, remélem nem zavart titeket, mert elég a hangos szokott lenni és elnyomja a hangom, bár nem tudom most mennyire vagy a háttérző, mert ugye a mikrofonom is van egy jobb. Ez egy webkamerának a beépített mikrofonja. Akkor én azt mondom, hogy keresek egy sík területet, és meg is építeném ezt a kis kuckót, amiről beszéltem. Nagyon jó, hogy lesz egy barna, úgy néz ki. Még egy, ott, igen, a gépem az híres erről, hogy szeret elég könnyen generál olyan dolgokat, amik elősegítik az előrejutásom, de megpróbálom ezeket nem kihasználni. Nyilván le fogok nagy bányászni, hát amit szeretek is, meg nem is. Egyrészt nekem úgy nagyon szürke bár bánya, hát erről van szó, hogy nagyon szürke, nem olyan, ezek a színes tájék, azok jobban bejönnek, hogy úgy érzem, hogy azok úgy jobbak nekem. Jó, ma este lennék, akkor sietni kéne. Igen, szerintem ez a legszebb, amit fából ki lehet nyerni blokk, ezek a deszkák, a nyírfából, szerintem ezekből vannak a legszebbek, nem olyan barnásabb, mint például a mamutfenyőből, vagy mamutfából, színű, azt hiszem mamutfenyő, tényleg, hát tudj csak nekem az ízlésem ilyen, remélem nem fogjátok megszólni, nem fogtok megszólni. Nem fogtok megszólni emiatt. Tudom, hogy eléggé nagy a lag. A flaps az eléggé visszafogja a gépet, lehet hallani is. Szerintem a mikrofonból rendesen jár a ventilátor. Tervezek beszerezni egy új headsetet. Nyilvánvalóan miért. Elég igénytelen, amikor feljön holnap a nap, akkor szépítek rajta egy picit. Remélem, hogy ezért most nem fogtok egyből. Engem így hát elásni miatt, hogy ilyen elég ízé, nekem se tetszik. A kettes belmagasság az elég kébokos belmagasság az eléggé tré. De be kell érni ezzel az első, nem lehet minden nap győzni. De majd talán egyszer. Akkor egy workbench. Ja, igen, most raktam fel megint a Minecraftot. Akkor kell nekünk alap szerszámok. Balta termőbsz.
Volt a természetesen az egy darab. Meg csákány. Holnap elmegyek, hogy sütő legyen. Nem egyszerű, várabánya. Aztán két kar. Ah, boba kellene. És szerintem mi kell, mi kellhet még. Ja, hajtó. Na csak. Ez nem tudom, hogy került ide, nem mindig. Vagy... fú. Ez fura volt. Nem baj, legalább van egy húsunk. Amit egy előjáróban szeretek még elmondani a sorozatról, az hogy... hoppá. Na jó, hát ez egy eléggé... fú. Most valahogy kinéz. Amit egy előjáróban szeretnék elmondani a sorozatról, az, hogy én ezt a videózást most kezdtem, és hát esetleg felmerülhetnek hibák, tehát teszem azt, nem mindig lesz, bár megpróbálok minden videóhoz készíteni, minden sorozathoz majd későbbiekben, mert tervezek különböző sorozatokat is, minden sorozathoz különböző indexképeket Photoshopban elkészítem ezeket. Nem vagyok olyan nagy Photoshop, nem vagyok olyan nagy művész Photoshopban. Tehát majd fogok készíteni később a sorozatot, ez most egy ilyen kezdő videó, de lehet, hogy már ez is lesz, nem tudom, amikor majd ez kikerül. Látjuk, hogy lesz, és mivel így el is érkeztünk az első éjszaka, azért ilyen 10-15 perces videóknál szabad nem akarok felrakni. Úgy gondolom, hogy ilyen 40 perces, 30 perces gameplay videóknak nem sok van értelme, nyilván van, csak ezt azért hosszú egy picit egy ilyen átlag emberi. Tehát, hogyha valaki követ valakit, nyilván nem engem, de mert én kezdő vagyok, de hogyha valaki követ valakit, akkor leülés, rászám mindenkire, például követni egy embert, rászám minden napi videójára, minden négy emberre 15 percet. Tehát én körülbelül így fogok mindig ilyen időhosszokban fogok videót gyártani, elnézést, egy picit rossz a torkom. Így fogok videót gyártani mindig, úgyhogy remélem tetszett nektek az első rész, és majd hamarosan jelentkezek a következővel, és ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel esetleg, de ha nem, akkor sajnálom, kezdő vagyok, én megpróbáltam mindent, de remélem később elnyerjetek tetszésétek ez, úgyhogy sziasztok!